Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai asztrológia szerint. Illetve ez a felvétel két napra szól, október 9-ére és október 10-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok. És van az ujjaink jógája is, és most mutatok egy gyakorlatot, ami segít, gyógyít olyan torokgyulladásnál, vagy erősíti a hangszallagunkat. Mutatom a gyakorlatot. A hüvelyk ujjunkat átöleljük, és itt a jobb kéznél ez a hüvelyk ujj megérinti a középső ujjat. A másik három az így marad. És amikor belélegzünk, akkor összenyomjuk az ujjainkat, amikor kilélegzünk, kicsit elengedjük. És énekelhetjük az ómot, mert ez is erősíti a hangunkat, a hangszallagunkat. Tehát mutatom a gyakorlatot. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. 9-én teli hold van. Az azt jelenti, hogy a hold és a nap szemben áll. Az indiai asztrológia szerint, és az asztronómusok szerint is, ez a teli hold a halak jegyében van. Megvilágítja azokat a témákat, amit a halak jegye jelent. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. Van két irány, a negatív érzelmek, a félelmek, a bizonytalanságok, és van a másik irány, a pozitív érzelmek, a hit, a szeretet, és itt irányt kell változtatni, illetve mi hozunk döntéseket, hogy ez a teli hold melyik irányt világítja meg. Az a fontos, hogy éljük a pozitív érzelmeket, az élet örömöt, a vidámságot, a békét, a harmóniát, a megbecsülést, és természetesen a szeretetet. Ebben a csillagképen, a halak jegyében két hal van, és ahogy mondtam, a két hal utal a két irányra. Az egyik hal jelenti a negatív érzelmeket, ami blokkol bennünket, vagy betegít bennünket, a másik hal mutatja a pozitív érzelmeket, aminek van gyógyító hatása is. A halak jegyével szemben van a szűz jegye, és a szűz jegye szintén utal a gyógyító erőre, arra is, hogy itt tudunk valamit rendezni. Ez különösen ránk hölgyekre hat most ki, hiszen Vénusz bolygó a szűz jegyében van, szemben ezzel a teli holddal. És ez olyan, mint egy tükör, számunkra tükröződik valami, hogy tegyük rendbe a dolgokat, bízzunk abban, hogy minden jóra fordul, ügyeljünk a saját érzelmeinkre. De az is fontos, hogy beszéljünk másokkal érzelmekről, vagy a terveinkről. Itt a szemben álló pozíció, a Vénusz bolygó és a teli hold között, ez olyan, mint egy mérleg. Itt kell a belső egyensúly, mérlegelni kell a dolgokat.
Mars bolygó utal az életerőnkre, és jelenti a férfiakat is. Mars bolygó az indiai asztrológia szerint a bika jegyében van, a föld elemében. Vénusz bolygó pedig a szűz jegyében, szintén a föld elemében, tehát Mars bolygó és Vénusz bolygó között megvan a harmónia a férfiak és a nők között. A hold az jól hat ki Mars bolygóra. Viszont van egy kvadrát aspektus Mars bolygó és Neptun bolygó között. Ez lehet a férfiaknál egy kihívás. Ha ők egy művészeti területen dolgoznak, akkor ott még vannak nehézségek. Hiszen Neptun bolygó utal a művészetekre is. Neptun bolygó jelenti az álmainkat. Ha a férfiak hisznek ebben, akkor ez az álom megvalósulhat. De megvan most ez a kvadrát aspektus, tehát a férfiak elveszítik most a reményt. Nem hisznek a terveikben, nem hisznek az álmaikban, és ilyen esetben Neptun bolygó csalódásokhoz vezethet. Az is lehet, hogy a férfiak félnek attól, hogy csalódások lesznek, és ilyen esetben bizonytalanok vagy visszahúzódóak. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. A hold, ez a teli hold az utolsó holdházban van, a Revati holdházban. Ez utal nyereményekre, arra is, hogy valaki véd bennünket, óv bennünket, utal az étkezésre is. Mint hogyha valaki gondoskodna rólunk. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!